Önök a népszerű művészházas pár Tihanyi Tóth Csaba és Bognár Rita Te légy az álmom című zenés műsorát láthatják, hallhatják, amelyben elhangoznak többek között varázslatos operett muzsikák, gyönyörűsége, szívet melengető, vagy éppen szívszorító magyar nóták, filmzenék és táncdalok is egyaránt. Hát el szeretnék én most mindenkinek nagyon kellemes szórakozást kívánni, és arra biztatnám emellett önöket, hogyha műsorunk alatt tapsolni támad kedvük, vagy velünk együtt énekelni az ismertebb nótákat, számokat, akkor tegyék bátran, ne fogják vissza magukat, higgyék el, hogy mi sem fogjuk. Na hát ennek fényében következzék is az első szám, amely a világhírű magyar komponista Kálmán Imre egyik legcsodálatosabb, de mondhatni főművéből, a Csárdás királynőből hangzik el. Egy igazi, mulatós csárdás. Húzza csak kivilágos véradatig! Hölgyeim és uraim, fogadják nagyon nagy szeretettel a színpadon társulatunk szupre primadonnáját, Bognár Ritát! Uraim, kedves közönségünk, most pedig fogadják nagyon nagy szeretettel a színpadon Magyarország legnépszerűbb televíziós műsorának a sztárját, a Barátok közt, és hát mindannyiunk Novák Laciát, Tihanyi Tóth Csabát! Thank you.
Közönség, nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket ezen a szent napon, ezen a szent helyen. Kedves Uram, gratulálok, hogy egy színpadon lehetünk, ez is alkalom. Hölgyeim és Uraim, nagyon-nagyon öröm számomra, sokáig így énekeltem, és láttam, hogy áll itt valaki, komolyan, így a szemem sarkából. És akkor látom, hogy ők, bájosan, aranyosan. Hölgyeim és Uraim, utoljára, ha hiszik, ha nem, 2010. július 3-án léptünk föl itt, Jászladányban. Emlékeznek arra a tragikus eseményekkel teli napra? Végül is a műsorok a művelődési házba lettek, kijöttünk, és egy katasztrófa helyzet volt a főtéren, és cserepek a tetőről, egy hurikán lecsapott esti híradóba is benne voltunk, emlékeznek. Hála Istennek személyi sérülés komolyabb, nagy probléma nem történt, az anyagi gárok rendeződtek, és kívánjuk a jó Istennek, hogy többet itt Jászladányban, kis hazánkban, Közép-Európában, Magyarországon ne történjen hasonló katasztrófa. Hölgyeim és Uraim, ugye meglepődtek, mikor bejöttem a színpadra. Azt hitték, egy kis alacsony kövérkés. Ilyen öregeskedő úr jön be. Szóval kiderült, hogy egy szép, magas, kövér ember, ugye? Na, hát, mert hogy férünk bele a plazma televízióba, nem? Hölgyeim és Uraim, büszke vagyok a sorozatunkra, ha hiszik, ha nem. Elkezdtük a 17. évadot töretlenül minden hétköznap, sőt, nyári szünet sem volt, csak egy hét, és a nyáron is sugároztunk. Hát hány évesek voltunk 17 évvel ezelőtt? Hát így múlik el a világ dicsősége. Elmondom, jobb a nappal szembe, mint hogyha hurikán csapta le, hogyha szolidaritálhatok önökkel valamelyes, mert látom, hogy önök ülnek a melegbe a napon. Hölgyeim és Uraim! A mi sorozatunk, a barátok közt az nem politizál, nem durva, nem erőszakos, ugye, nem intrikus, nem cinikus, és nincsen benne trágárság. Hát ez a mai világban azért ez egyre ritkább, és hát színészi feladatot végezhetünk. Hát mit szólna Gizikéhez? Életem párjához. Hát nagy taps Gizikének, jaj, majd átadom neki. Önök szerint Laci elveszi feleségül? Igen? Tegye fel a kezét, aki nem. Nem szeretné. Többség? Miért nem? Nem illünk egymáshoz Gizivel? Hölgyeim és Uraim, sok szőke hölgy után kaptam egy vöröset. Ugye? Kitalálja, hogy hány felesége volt Lacinak, és elsorolja a nevekkel együtt, az kap egy CD-t ajándékba. Éva, tessék, egy. Na? Nem tudom a nevét. Volt egy második? Hát az a harmadik volt, az Orsika, ugye? És a kettő között, Éva és Orsika között volt egy rövid szőke hölgy. Nem a hölgy volt rövid,
hanem rövid ideig tartott a szőkehölgyel a házasság. Na, aki elgondja a nevét, ki volt? Timkó Eszter kolléganő játszotta. A Gabit nem vettem feleségül. Nem. Marad a CD? Marad. A Csilla. Bizonyám, így volt nekem sorba. Évike, Csilla, aztán Orsika. Gabi is volt. Természetesen, de nem a feleségem. Gizike meg még csak a mennyasszonyom? Na ugye. Hölgyem, ön találta ki a legtöbbet, fogadja nagyon nagy szeretettel. Elteszik tudni kapni? Gratulálok, a műsor végén évre szólóan dedikáljuk. Bognár Rita és Tihanyító Csaba albuma. Hölgyeim és uraim! 4 évvel ezelőtt, amikor itt voltunk, akkor még nem volt gazdag a családom egy kis apró gyermekkel. Megszületett a drága kisfiam. Tudják, hogy hívják? Ki mondta, hogy Nimród? Hát akkor nyert egy CD-t, Nimródka küldi! Fogadja nagyon nagy szeretettel! Nem a Nimródka fogja dedikálni, majd mi oda. Köszönöm szépen! Úgyhogy a kisfiam 2,5 éves, és hogyha rendszeres nézői a sorozatnak, februárban volt a történet szerint, hogy hazahoztam az én unokámat. Emlékeznek rá? És úgy hívják az unokámat, hogy Csabika. És ki játszotta az unokámat? Az én drága, édes kicsi fiam. Hölgyeim és uraim, ezáltal nagy öröm számomra, hogy feleségemmel ismételten együtt lépünk föl. Következzen egy filmzene, egy 30 évvel ezelőtt íródott magyar sorozat zenéje, amit először a világon háló nélkül egy szerelmes duett formájába fogjuk önöknek előadni. Fogadják szeretettel a színpadon drága partnernőmet, kolléganőmet, a szeretőmet, a feleségemet, társulatunk szubre primadonnáját, Nimródka édesanyját, Bognár Ritát, és induljon Balázs Fecó szerzeménye! Az éjszakok, rossz idők,
gyere, ha én mennék, menj de gyere, változna az éjszakon, jó idő, rossz napok, bújj hozzám, ne hagyj el.